A temetőben a Makovec kápolna, az benne van ebbe a... Igen, tudomásom szerint benne van. Ez a program jó néhány épületet tartalmaz a Kárpát-medencében, több tucat, 40 épületről beszélünk tudomásom szerint, és Kárpát-medencében több Makovec terv megvalósítását javasolja a kormány. Itt azokat a terveket vettük előre, amelyek készen voltak, mikor a mesterben. Látom, hogy zajlik ennek kapcsán egy inkább ízlésében a kultúrpolitikai vita, de minden liberális vagy baloldali ítésznek a figyelmébe ajánlom, hogy például Makó városában a 20 éven keresztül regnáló baloldali és liberális városvezetés hívta meg Makóvá címéért még 1994-ben, illetve 95-ben, és 20 éven keresztül Makó városa minden épületét Makóvá stílusban épített újjá, vagy épített meg. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy érték, és ennek a munkának a folytatására vállalkozunk. Nagyon sok közösségben így van ez, és a kormány ehhez megfelelő mennyiségű és minőségű támogatást biztosít ütemezve. Nem kérdés, hogy azok az építészek is bekapcsolódnak ebbe a munkába, akik Makovec címre szellemi örökösei. Ez azonban meggyőződésem szerint a magyar építészet ügyének az előnyére válik, és mi a változó. Köszönöm szépen!